Szintén megmondom, én mikor megláttam, hogy ennyire esik az eső, kicsit féltem, mert Jukóbányán nem volt túl jó élmény az esőbe autózni, és rossz eredményt is értünk el, és féltem attól, hogy megismétlődik ugyanaz a verseny. Ennek ellenére hát eléggé bekezdtünk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Gábor nem tud már nekem újat mutatni, mert mentünk már annyit, de tud. Tehát valamit mindig előhúz a tarsolyából, hogy még ezt meg tudom fogni, még itt elfér, még ezt megoldom. Igen, úttól is értünk két autót is, az egyiket igazából a Gábornak a múltja miatt gyakorlatilag harcban megelőztük. A másikat próbáltuk, aztán a Gábor már egyre agresszívabb lett, ott próbáltam egy kicsit itt, hogy ne egyszerre érkezzünk fel az ugratóra, mert ott valamelyikünk nem biztos, hogy úgy fog leérkezni. A második kör már nagyon-nagyon jól sikerült, száradt a pálya is. A Gábor is nagyon-nagyon sokat gyorsult, négy autót megelőztünk, és igazából jöttünk egy olyan időt, amit még mi se hittünk el nagyon, úgyhogy eddig teljesen pozitív ez a versenyünk.
My piss come back dirty, I'm just being honest. Küzdöttünk, volt, amikor kuplunk problémánk volt. A hétvégére viszont az volt a jellemző, hogy egész végig üzemanyag ellátási gondokkal küzdöttünk, úgyhogy nem tudtunk rájönni a bajára, még a most a verseny végére se. Igazából próbáltunk AC-t cserélni, amíg szerdán kaptunk éjszaka egy lentkereket, úgyhogy amiatt tudtunk elindulni, és amiatt tudtuk összerakni az autót, úgyhogy ezúton szeretném azt megköszönni Karácsony Gabinak. Illetve most Forrai Gabitól kaptunk egy AC-t, úgyhogy azt is beraktuk, de sajnos nem az volt a problémája az autónak, úgyhogy majd ki kell nyomozni. De végigvitt, megint mindent kibírt, úgyhogy le a kalappal a szervizgárdám előtt, és főleg édesapám előtt, hogy végig küzdött és végig segített minket ezen a hétvégén. Voltak olyan pillanatok, amikor tényleg azt hittem, hogy megáll az autó, és akkor itt van a versenyünknek a vége, de valami oknál fogva mindig ment, hiába dodogott. Én nem nagyon éreztem, hogy csökkent volna az ereje. Egy nagyon jó verseny volt. Ez abszolút csapatmunka volt mindenki részéről. Egy nagyon jó év van mögöttünk, és úgy jöttünk erre a versenyre, hogy szeretnénk megtartani, illetve megvédeni a tavalyi bajnoki címünket a H4-es kategóriába. Hát ezt most már kimerem jelenteni, hogy sikerült. Több mint 2 perc előnnyel sikerült elhozni a kategória győzelmet. Abszolút nem tudom, hogy állunk, de hogyha nincs mögöttem ilyen támogatói háttér, és nincs mögöttem ez a gárda, aki végig segített ebbe az évbe, és már segít hónapok, akár évek óta, akkor ez mind semmit nem jelentene, és nem is jött volna létre. Úgyhogy ezúttal szeretném nekik megköszönni azt, hogy mellettünk állnak, és mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. If I was the sinner, would you be the preacher? If I was the question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.